Zajedno smo rasli, grade ja i ti, isto plavo nebo poklonio nam stih. Iz potrebe vića sanjali smo sne, ko će veća rasti, ko će ljepše biti. Ti si ti ovaj ljuh, a rodio se ja, Sigmara uz osmijeh, znao si mi sam. Dječak koji raste, zvonio petar, ostao je ovdje, ne znam za svoj prav. április 4. szombat. Az állatkert ragyogott a napfényben. A gyerekek összegyűltek a ketrec előtt, és gyümölcsöt dobáltak a medvéknek. Azok emberfeletti erejükkel csüngtek a ketrecen, egyik mancsukkal a rácsba kapaszkodva a falták, a ketrechez pattanó gyümölcsöket. A közeli tavacska felől odahallatszott a vadkacsák hápogása. Arcomon éreztem a hűvös szellő simogatását. A tél elmúlt, a tavasz megérkezett, a nap már ragyogott, de még nem melegített. A körülöttem lévő emberek fesztelenek és jókedvűek voltak, pedig a háború árnyéka már rájuk vetült. Vagy inkább ott volt bennünk, háború lesz, mi fog történni? Vajon mindannyiunk gondolatait csak ez tölti ki? Magamra terítem a kabátomat, közben tekintetemmel Szárát és Dúdát keresem. Az oroszlánoknál állnak. Nina a nyakamban ül, és valamit beszél, vagyis beszélni még nem tud, de igyekszik. Néhány szót már ismer, és folyton meglep valami újabbal, amit az ég tudja honnan tanult. Fogom a lábát, és azon gondolkodom, elég stabilan ül a nyakamban, mert beszéd közben egyre csak izzeg, mozog, és hadonászik a karjaival. Saját magának mondogat valamit, és jobbra-balra forgolódik. A medvéké mellett áll egy másik, vastag, vasrácsokból álló ketrec. Lassan elindulok arra felé. Ott is veszélyes lakók élnek. Egy hatalmas oroszlán és a párja nyugtalanul sétálnak. Hozzászoktam, hogy fekve látom őket, unottan, mozdulatlanul, most viszont mindketten nyugtalanok, veszélyesek, és egyben fenségesek. Ez az oroszlán, mondom Ninának. Érzem, ahogy Sara megragadja a kezemet. Fél. Az oroszlántól csupán a ketrec rácsa választ el bennünket, ami nem tűnik elegendő védelemnek, ha ez a hatalmas vadállat esetleg úgy dönt, hogy megesz bennünket ebédre. A nőstény megfordul és eltűnik a falon lévő másik nyilásban, a hím azonban továbbra is oda-vissza masírozik, szinte ránk se hederítve. Oroszlán! Hagyja el a halk gyermekhang Nina száját. Oroszlán! A hangja félelemmel teli. Egyenesen az oroszlán szemébe nézek. Azt mondják, az állatok nem néznek az ember szemébe. Meg lehet, de akkor ezt az oroszlánt erről nem tájékoztatták. Minden fordulónál találkozik a tekintetünk. Szorosan elkapom Nina kezét, és elmélyülök az oroszlán tekintetében. Végtelen merevség és üresség néz rám vissza. A semmi. Vad, kegyetlen, semmit mondó szigor, és semmi más. Hihetetlen. Talán ezért mondják, hogy az állatoknak nincs lelke. Érzem, ahogy Nina megszorítja a fejemet és a lábát, az arcát a hajamba temeti. Remeg. A gyerek ösztönösen megérezte, hogy olyas valami áll előtte, amitől tartania kell. Reszket a félelemtől. Apa, menjünk innen, hallom Sara hangját. Ő is hozzám préselődik. Keressük meg anyát, mondom. Oroszlán, ismételgeti Nina ijedten. Elindulunk a ketrectől, közben érzem, ahogy a szívem összeszorul. Duda a kenguruk felé fordul, akik imádnivalóan és önfeledten ugrándoznak a fűben.
Jó, menjünk anyához, mondom, és a kenguruk felé indulok a gyerekekkel, miközben arra gondolok, hogy ezekben az időkben az oroszlánoktól kell a legkevésbé félni. 1992. április 7-e hétfő. Heves lövöldözésektől hangos a város, robbanásokat is hallani. Dudával a reggeli kávé mellett üldögélünk, és üres tekintettel bámuljuk egymást. Az ablakok zárva, a gyerekek még alszanak. Nem tudjuk, ki lövöldöz, az sem, hogy kire, a szívünket félelem járja át. Felfegyverzett, őrültek lődöznek az éjszakában. Vajon lehetséges mindez? Nem. Európa kellős közepén, a 20. század végén nem fordulhat elő ilyesfajta barbárság. A háborúskodás véget ért a II. Világháborúval. Nyilvánvaló, hogy újabb háború kizárt. A rendőrség el fogja kapni a felfegyverzett csürhét, és minden olyan lesz, mint eddig. Ha nem a rendőrség, akkor a katonaság. A hadseregünk. Ami büszke, jugoszláv néphadseregünk. Európa 4. hadereje. Az orosz, az angol és a francia után. Ők a garancia, hogy ebben az országban nem lesz több vérontás és rendbontás. Már be kellett volna avatkozniuk és lehűteniük a forró fejüveket. Nezt hallok a hátam mögött, megfordulok, és a világ legszebb látványa fogad. Nina és Sara. Álomittasak, mosolygósak, boldogok. Sara tündéri, rózsaszínű, tarkabarka pizsamájában, Nina pelenkában álmos szemét dörzsöli. Ügyetlenül lépked, Sara kezébe kapaszkodva majd megáll, és a fülét hegyezi. Valaki lövöldözik. Mondja tisztán és érthetően, a homlokát ráncolva. Valami nagyon töri a fejét. Egyszerre eszébe jut. Az oroszlán. Az oroszlán lövöldözik. Az arcán ismét mosoly árad szét, aztán mindketten ölelésre tárt karral iramodnak felénk. Egy hónappal később a lelketlen oroszlán és a szarajevói állatkert többi állata már nem élt, a mi jugoszláv néphadseregünk pedig többé már nem volt a miénk. Engedjék neki, hogy fölálljak, és rendhagyó módon nagy-nagy tisztelettel köszöntsem Önöket. Én Németh János vagyok, Szarajevó egyik szerelmese, akinek az megadatott, hogy a 70-es évektől errefelé, beleértve a téli olimpiát is, nagyon-nagyon sok szép napot töltsön ebben a csodás, mint hallottuk, szétlőtt városban. Szóval Szarajevó is ez a könyv, ami úgy megrikatja az embert, olvasás közben. Még az ilyen vén embert is, mint én. És hogyha azt szoktam mindig mondani ilyen író-olvasó találkozókon, élő újságokon, amik ma már nincsenek, hogy köszönöm, hogy ilyen sokan eljöttek, akkor most rendhagyó módon annyit mondok, hogy köszönöm, hogy csak ennyien jöttek el, hogy be tudjuk tartani ezt az epidemiológiai, nem tudom milyen, állítólag értelmetlen, mások szerint pedig egyedül üdvözítő korlátozást, hogy ezzel a süket maszkkal a szánkon megyünk. És hadd kérdezzem még mindjárt Kornélt, aki ezt a nagyszerű könyvet, ezt a kíméletlenül fájdalmas, a szerző kívül ő volt a másik elkövetője ennek a kiadványnak, és hát megdöbbenve olvastam, azon először meglepődtem, hogy Bajtai Kornél barátom, a kollégám, az újságíró, akit ugye a magyar szóból több társával egyetemben néhány éve kirúgtak, mert hát ilyen időket élünk, aranykornak nevezik egyébként, és hogy a Kornél lefordította. Én ugyanis 45 éve fordítok,
de műfordítással nem vállalkozom, nem érzem magamat képesnek arra. 3000 könyvem van, nagy részét el is olvastam, de a műfordítás az számomra egy olyan elérhetetlen magasságban van, és Kornél egy nagyszerű munkát tett le az asztalra. Csodásan lefordította ezt a könyvet, közgazdász végzettségű, belpolitikával is foglalkozott, sőt, ha jól emlékszem rá, egy időben még politikus is volt ilyen helyi szinten, valami gazdasági ügyekkel megbízott tagja a nem tudom már milyen városi testületnek. Ez igaz se volt. Nem volt igaz, de, ugye? De, egyébként na, igen. Hogy adtad a fejed arra, hogy ezt a könyvet lefordítsd? Egyáltalán hol találkoztál először ezzel a művel? Hogy került a kezedbe? Te nem voltál ott a téli olimpián gyerek lévén abban az időben? Nem. Hát én nem voltam ott, de hasonló szeretet fűz Szarajevóhoz. Szerintem nem tudom, hogy a jelenlévők közül mennyien jártak már ott, oda egyszer kell elmenni, és aztán az embert az rabul ejti, ebben biztos vagyok. Az pedig, hogy ez a könyv hogy lett, hogy jutottunk oda, hogy lefordítsam, ugye erre szokták mondani, hogy éppen úgy álltak a csillagok. Uh-huh. Tehát akkor éppen megkeresett engem, itt ül a közönségben, egyébként nemzetköziek vagyunk, mert hosszú hónapok után budapesti barátaink Szabó Balóc Attila és Mihajlovics Klári végre hazajöttek egy kicsit. Tehát Attila megkeresett, hogy egy másik könyv miatt, ami napi kalendárium néven jelent meg, és ugye nagyon más műfaj, hogy van itt most lehetőség arra, hogy könyveket adjunk ki, és én éppen akkor olvastam ezt a könyvet, amire véletlenül akadtam rá az interneten, és ahogy ezt olvastam, közben így adta magát a gondolat, hogy ezt meg kellene csinálni, ez annyira jó, hogy ez megérdemli azt, hogy magyarul is megjelenjen, hogy ugye egyrészt a vajdasági magyar olvasók is elolvassák, mert mi, akik azért elég sokat olvastunk róla, meg ott voltunk, meg beszélgettünk emberekkel, nagyon sok mindent tudunk a háborúról, arról, hogy zajlott ez Szarajevóban, de viszont még itt is nagyon sok minden kiderült, hogy nem egészen úgy volt. A másik részére pedig örülök, hogy eljutottunk idáig, hogy műfordítás, tehát nem tudom, hogy más műfordítók, akik már elismertek és díjazottak, ők ezt egyedül csinálják-e? Én nem. Tehát ez egy csapatmunka, itt ül a csapat velem, tehát barátokkal könnyű jó munkát végezni. Ugye az egyik, aki nagyon-nagyon sokat dolgozott ezen a szövegén, az én kedves feleségem, Basi Gréta. A másik pedig az ugyanilyen kedves barátom, Mihajlovics Klári. Tehát ők ketten még nagyon alaposan átnyálaszták, mert ugye, és Klári volt az, aki mondta, mielőtt ezt elkezdtük, hogy ő mindenképp szeretné ezt elolvasni, mert az ember, aki lefordít egy szöveget, ő nem tud elvonatkoztatni az eredetitől. Persze nekem ettől nagyobb volt a mellényem. Mondtam, hogy dehogy nem. Lefordítottam, és utána csak a magyart átolvastam, meg átjavítgattam, és mondtam, hogy fú, hát ez aztán most hogy meg van csinálva. Ezt szépen mondtam. Aztán Gréti kezébe vette, odaültem mellé, láttam, hogy miket és hogy javítgat, és akkor rájöttem, hogy tényleg, ez így sokkal szebben hangzik magyarul, tehát az, hogy ez tényleg egy nagyon szép és igényes magyar nyelven készült el, mert szerintelenség nélkül ezt elmondhatom, hogy így lett végül, ez jó, így kollektív lett, munka hogy ez egy csapat. Jó, kollektív bűnt követtetek el, hát, de hogy kerül egyáltalán egy sebészfőorvos, hogy jut arra az ötletre, hogy ő megcsinálja ezt a könyvet, ő megírja ezeket az emlékeket, amik naplószerűen kezdődik, de aztán szépen elmaradnak a dátumok, nem is lehetett, valószínűleg egybemosódnak, ahogy ő maga is mondja, és sikerült-e és mikor sikerült vele találkoznod egyáltalán? Ki ez az Édo Jagányac, mert a vezeték nevéből ítélve, meg hát valahol írja is, hogy ő muzulmán vallású, nemzetiségű, vagy most hadd ne bonyolódjunk bele a politikába, hogy bosnyák, nem bosnyák, boszniai, mitől muzulmán, és a muzulmánok valóban kikeresztelkedett szerbek-e, ahogy az Belgrádban az akadémián állítják, vagy nem. Szóval ebben nem menjünk bele. De hogy sikerült vele találkozni, mikor, hol? És ki ez az ember? Mit tudsz róla mondani magáról, a szerzőről, aki ennyi borzalmon átment és eldöntötte, hogy meg is írja ezeket? Édo Jagányac mindenkit szeretettel üdvözöl Prágából egyébként. Nagyon szerettünk volna egy úgynevezett multikulti könyvbemutatót tartani, ahol ő is itt lett volna, és akkor mindkét nyelven beszélgetünk. És ő is nagyon szeretett volna eljönni, azért került október végére az időzítés,
Viszont mivel ő a mai napig sebész professzorként praktizál, csak most 94 óta Prágában, legutóbb azt írta nekem, hogy ő is és a felesége is éjjel-nappal ügyeletben vannak, páciensekkel érintkeznek, úgyhogy nem tud jönni, most sajnos ott kell maradnia, egyébként nagyon szeretne, és de ami késik, nem múlik, mindenképp fogunk egy olyan könyvbemutatót is tartani, ahova őt is elhívjuk. A könyvben, ugye az előbb mondtam a tévéseknek, ugye ez ilyen Frey Tamásos közszáj, hogy mindig van egy magyar vonal, és ebben a könyvben is van. Ez a magyar vonal, ez nem más, mint Németh Árpád, ugye ő a Napló egyik alapítója volt. Ő a háború alatt a Sky News-nak volt a stábtagja, tolmácsként besegített ott helyben Szarajevóba, és gyakorlatilag az egész ostromot kisebb megszakításokkal ott élte át, és ők nagyon jó barátságba kerültek Édóval. Úgyhogy amikor a könyvben ráakadtam, és azonosítottam, hogy ki az Árpád, akkor én írtam neki egy üzenetet, és ő volt az, aki összekötött engem e-mailben a szerzővel, akivel azt tudom mondani, hogy egyfajta, most már egy ilyen koronabarátság fűz össze, tehát találkozni még nem tudtunk, mi is nagyon készültünk már Prágába, ő is szeretett volna hazajönni, hát most eddig egyik se jött össze, budapesti könyvhétről is szó volt, hogy ott futunk össze, ugye az nem is volt, tehát itt most az idén ez mindent áthúzott, de én mondhatom, hogy így elektronikusan nagyon jól összebarátkoztunk, ráadásul a könyv nemzetköziségét vagy határon átívelését emeli az, hogy ez a most pont nálam nincs, tehát ez a borító terv, ez egy csácsaki tervezőnek a munkája, aki teljesen díjmentesen elkészítette nekünk. Azután ugye volt még egy lektora a könyvnek, Rizsányi Attila, aki pedig Pozsonyban dolgozott az egészen. Tehát szóval összehoztátok egy ilyen közép-európai közép-kelet-európát, összehoztátok, ahogy látom, az olyan, mint amikor a 70-es években Újvidéken teke világbajnokságot rendeztek, és az első helyen a magyarországi magyar Csányi végzett, a második az egy romániai magyar, erdélyi magyar fiatalember volt, a harmadik pedig a Mihajlovics Feri, az újvidéki, lehet, hogy valaki ismeri, ő volt a bronzérmes, akkor azt írtam kommentárba, hogy Közép-Kelet-Európa, és az akkori főszerkesztőm azt mondta, hogy ez így nem mehet. Nem ment. Megvan a kézirat, megőriztem emlékbe, de ha már Németh Árpádot említetted, valóban ott szerepel, és írt egy nagyon érdekes, hát egy segédszöveget a könyv jobb megértéséhez, vagy könnyebb megértéséhez. Ővel az Újvidéki Televízióban sokat dolgoztam együtt, tehát akár tőlem is rákérdezhettél volna, hogy mi van az Árpáddal mostan. A feleségére, Édó Jaganyac feleségére utalás történik, hogy vajdasági. Amikor Szarajevóból kimenekíti a gyerekeit, ennyit elárulok a könyv tartalmából, meg a feleségét, akkor vajdaságba küldi őket. Hát a felesége vajdasági, tudsz-e valami konkrétabbat, hogy hol vajdaságban, honnan vajdaságból, melyik városból, melyik tartomány részből, most Bánát bácska szerémség, hadd ne mondja. Nem a felesége vajdasági, hanem Topolyán vannak rokonok, akikhez kimenekíti a két kislányt és a feleségét, és ők aztán egészen ugye 94 közepéig, amikor Prágában találkoznak, odáig ők nagyjából két évig itt élnek Topolyán. És Németh Árpád a futára kapcsolat köztük, hozzá vissza a leveleket, fényképeket, illetve ugye az is benne van a könyvben, hogy Édónak a személygépkocsiját is Magyarországon keresztül Árpád hozzá a könyvtartalmát, hát most már azt hiszem. Vagy legalábbis néhány ilyen mozzanatot a könyvből. Az a rettenetes, tudják, hogy amikor a boszniai háború zajlott 92-től, itt van a pontos dátum, hogy ne találgassam, 92. április 5-től 95. december 14-ig, tehát még a Daytoni egyezmény aláírása után néhány hétig, akkor mi itt a Vajdaságban úgy figyeltük, hogy valami zajlik, valami történik, de hát a nemzetközi közösség majd közbelép, de hát a nemzetközi közösség majd leállítja ezt az őrületet. Hát majd az ENSZ békefenntartói, az UNPROFOR, az UNHCR, a többi, újságíróként is ebben reménykedtem végig, meg hát Szarajevó szerelmeseként is abban bíztam, hogy majd csak leállítják. Aztán 95. júliusában bekövetkezett Srebrenica. Azt se akadályozták meg,
ott a holland ENSZ katonák mondtak csődöt, parancsnokostul, mindenestül. Néhány YouTube-on látható fölvételen megfigyelhető, amint a holland ezredes mládis tábornokkal pálinkázik. Tehát valami olyasmi történt, ami épésszel az ENSZ-re, a békefenntartó feladatokra, büszke ENSZ-re koncentrálva az ember nem tud elképzelni. És erről Ido Jagányac ebben a könyvben több helyen is kimérten ugyan, de ugyanakkor kíméletlenül utalást tesz, sőt kimondja, hogy a nemzetközi közösség a szerbek oldalára állt, és minket mudzsahedineknek tekint, és inkább azt szeretnék, hogyha mindannyian meghalnánk. Az élelmiszereket se juttatják be, mondván, hogy. És akkor ott masíroznak, ott grasszálnak ezek a nemzetközi kötelékekhez tartozó katonák. Ez is a könyv egy része, amit előre elárulok, borzalmas elolvasni, de azt hiszem, hogy nagyon pontos látlelet, és látjuk most például Szíriában már hány éve zajlanak a csatározások. Először azzal kezdődött ott is, hogy majd a mudzsahedineket, meg a kalifátust eltörlik a föld színéről, aztán most már Törökország is benne van, Amerika is, az oroszok is ott vannak. A nemzetközi közösség pedig sajnálkozását fejezi ki, mély aggodalommal tekint az események alakulására, és 66.985-ször is erélyesen felszólítja a háborúzó feleket, hogy hagyják abba a lövöldözést. Ezt teszik most Hegyi Karabakh esetében is, amikor már az oroszok is közvetítenek, már az amerikaiak is, az ENSZ főtitkára, a Gutierresnek hívják a portugál urat, azt mondja, hogy hát abba kéne hagyni ezt a csatározást. Szóval nem egyidős vagyok az ENSZ-szel, és nem tudom, hogy mennyi bizalmam lehet a nemzetközi békefenntartó erőkbe. Ha a sajtó nem lett volna, és a Német Árpád kapcsán hadd mondjam el, hogy a Sky News beszámolói helyszíni jelentései rettenetesen sokat segítettek, az a kevés segítség is azért jött, mert a sajtó fölhívta a figyelmet azokra a borzalmakra, amelyek ott történtek Szarajevóban. Egy személyes történet kettő mondatban. A lányom barátnője Szarajevóban a Nemzetközi Barátság tér 5-ös szám alatt lakott, Muzicska Dianának hívták, a család Cemal Bildic rokonsága, valami levelező társak voltak, 72-es születése a lányom, tehát ez 92-ben 20 éves volt a Diana, Muzicska Diana, és amikor megkezdődött a város ostroma, akkor az ADRA nevű református segélyszervezeten köröztül lehetett segélycsomagot küldeni. Jött a levél, hogy nincs sárgarépa, nincs paradicsom, nincs élelmiszer, nincs áram, nincs gáz, nincs tüzelő, nincs semmi. És akkor a lisztbe, ami egy ilyen konzervdobozban volt, beledugtak a lányok egy dezodort. Kislányról lévén szó, azt úgyse találják meg az ellenőrzésnél, és annak örülnek legjobban. Szóval ilyen volt a háború. Mielőtt az újabb részeit meghallgatnánk, egyébként elfelejtettem mondani, hogy Csernik Árpád színművész lesz a következő fölolvasó. Basics Gréta nevét már említettük. Hadd kérdezzem meg Kornéltól, hogy hány hónap kell ahhoz, hogy egy ilyen kezdő műfordító, mert hadd nevezzelek az egy műfordítónak, ahogy elolvastam, nem merem összevetni az eredetivel, nem szakmám. Pedig fordítóként izgalmas lenne. Nem biztos, mert félek, hogy meghaladja az én értelmi, szellemi képességeimet, a szürke állományom ezt nem képes követni. Bár tényregény, ugye, tehát kevés benne a nem valóságos elem, de mennyi idő kellett hozzá? Hát szerintem az első nekifutásból, az első munka az egy olyan két hónap volt. 300 oldal. Hát egy olyan nagyjából két havi munka volt, többnyire minden este ilyen 1-2 órán volt rá.
És akkor utána nyilván még a tisztázás, meg az újraolvasás, és akkor aztán került még más kezekbe, és hát összességében szerintem olyan 3-4 hónapig tartott maga ez a folyamat, ami után tovább engedtük a könyvet lektorálásra. És akkor a csapat tagjai által végzett munka és az arra elhasznált idő összeadva ezzel az idővel, amit te a nyers fordítástól kezdve megcsináltál, az 4 hónapba belefér? Hát igen, 4 hónapban benne volt, persze. De valójában úgy volt benne 4 hónapban, hogy itt kicsit elhúzódott helyenként, mert ugye van, akinek ez mellett van civil foglalkozása is, és amennyire az ideje engedte, úgy tudott ezzel foglalkozni. Egyébként ugye említette, ez naplójegyzetekként készültek el annak idején ott Boszniában, Szarajevóban, amikor ez az egész zajlott, és most ugye Édo helyett beszélek, tehát ő megmutatta egy barátjának, de ezt ágában nem volt az, hogy ezt ő kiadja, és utána ez az ismerőse mondta, hogy ez nagyon jó, ezt ki kell adni, és így lett ebből végül könyv. És igaz, hogy van belgrádi kiadása is? Van neki. Cirill betűs, vagy? Nem, latin. Azt hiszem, hogy az, amit kölcsön adtam, az a szerbiai kiadás, vagyis egészen biztos. Tehát latin nyelvű szerb van az eredeti, a boszniai, illetve létezik a cseh kiadás, ami Csehországban az év fordítás kötete, és az év könyve is volt. Egy ottani elismert műfordító, bocsánat, de nem tudom a nevét, de egyébként elismert cseh műfordítóról van szó. Ő volt az, aki a cseh fordítást készítette, és gyakorlatilag betördelve, nyomda készen létezik angol nyelvű is, amivel igazából Édo taktizál, várja, hogy mikor dobja ki, mert ha angolul ez mind megjelenik, akkor a Nemzetközi Szövetség enyhén szóval is nagyon mérges lesz rá. Nem csodálnám, hogyha megharagudnának rá, de viszont, hogyha az mind úgy van, már pedig hát, nincs okunk kételkedni abban, amit leír, akkor megérdemelnék a bírálatot, mit érünk el a bírálattal. Szóval azért kérdeztem ezt a belgrádi kiadást, mert én 5 millió példányban, ha lenne pénzem, kinyomtatnám és minden háztartásba eljuttatnám itt Szerbiában, hogy szembesüljünk már egyszer ezzel, olvassuk már el az ég áldja, meg Srebrenicával is szembe kell egyszer néznünk, azzal, amit ott elkövettek a szerbség nevében. Félreértés, ne essék, nehogy valaki félremagyarázza, nem a szerb nép egésze volt bűnös Srebrenicában se, Szarajevóban se, Vukovár előtt se, hanem az a 10, 20, 30 vagy 50 ember, meg az a politika, amelyik ezt lehetővé tette, sőt támogatta, végig azt mondták, és itt a könyvben látszik, kiderül a könyvből is, hogy bizony Belgrádból hathatós, anyagi, erkölcsi és minden más támogatást kapott a szerb hadsereg, és ezzel előbb vagy utóbb szembe kell néznie Szerbia népének, ha nem a mostani nemzedékeknek, akkor az unokáknak, és ezt a bélyeget nehéz lesz lemosni a szerb népről, holott ismétlem, nem az egész nép bűnös, ha csak átvitt értelemben, nem azért, mert olyan politikusokra szavazott, és ezt úgy látszik, hogy 20 évente ismétli, akik hát ilyen-olyan Miloševićet is azért támadták, azért haragudtak rá, mert nem az a baj, hogy 4 háborút csinált, hanem hogy mindet elvesztette. Szóval nem tudom, lehet, hogy van valami talán a genetikában is, nem akarok olyan messze menni olyan témákra, amihez nem értek, de azt hiszem, hogy kellene 5 millió példányban legalább, ahogy a Száva Babics professzor, a néhai tanszékvezető belgrádi egyetemi tanára, magyar könyvek szerbre fordítója által kiadott megírt könyvvel, a magyar civilizációval, echte cirilbetűs kiadásban, még a szerb kisebbségügyi akkor még volt, meg állítólag most megint lesz minisztérium, és a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség támogatásával jelent meg a könyv. Csodálatos kiadvány, a magyarság Kárpát-medencébe érkezésétől a mai napig, a Nobel-díjasokat is beleértve mindent, földolgozza,
cirilbetűsen az a cím, hogy Magyarska civilizáció, ezért dinárért vettem meg és küldtem el Csárcsakra egy eszperantistának, hogy osztogassa, mutogassa, hirdesse, reklámozza, hogy van ilyen, és ezt, hogy meg kell ismernünk egymást. Szarajevóban is azért történt meg ez, ami megtörtént, mert nem ismerték elég egymást az emberek. És nagyon jó a könyvben az, hogy Édo Jagányát szépen megírja. Az egyik orvos kollégája szerb nemzetiségű volt, aki végig a háborúban ott állt mellette a frontvonalon, a másik montenegrói, a harmadik muzulmán, és így tovább. Ahogy a Vládó Divják, ha jól emlékszem a nevére, az ezredes a bosnyák hadseregnek, ugyancsak ekte szerb volt, és az egyik vezetője, vezére Szarajevó védelmének, tehát nem igaz, hogy csak a muzulmánok, vagy csak a szerbek, voltak ilyenek is, olyanok is. De következzen egy másik részlet Cserny Kárpád előadásában, vagy fölolvasásában, nem tudom most éppen a művész úr milyen hangulatban van. Olvas-e, vagy előad? Olvas. Másodperceken belül célponttá válunk. Lassan fordulunk ki a főutcára. Itt kezdődik a híres orvlövészek sugárútja. A Tito Marshall utca a Mári Indvor térnél. Még néhány pillanat. Itt is vagyunk. Mirza gáztad, belesüllyedünk az ülésekbe. Az utcán egy vastag villamos vezeték hever keresztben. Napközben senki nem merte eltávolítani az útról. Fékezés helyett Mirza tövig nyomja a pedált, és az autó teljes gázzal repül át az akadályon. Mirza igyekszik megőrizni az uralmat a volán felett. Pattogunk, mint a gumilabda, amíg az autó rázkódása abba marad, és szágul tovább az éjszakába. Túljutottunk a kábeleken. Semir kezébe veszi az adóvevőt. Kettes, vigyázz, kábelek az úton, mondja. Hallottam és láttam, érkezik a válasz. Szóval közvetlen frekvenciára váltottak, mellőzve a központot. A vételi körzet rövid, néhány száz méter. Én is átváltok erre a frekvenciára. Magunk mögött hagyjuk a kiégett parlament épületének maradványait és az UNIS felhőkarcolóit. Fényszórók szelik át a sötétséget. Még egy kicsi, és odaérünk a híthoz. Balra nézek, itt az iskola mindjárt. Ekkor bal oldalról néhány másodpercre előbukkan egy széles, sötét utca, amelynek a folytatásában mintegy 50 méter távolságra ott áll a híd. Mögötte kirajzolódik egy 12 emeletes épület körvonala, ami odavonzza a tekintetemet. Ott születtem és nőttem fel. A folyó túloldalán, Grbavicán. Most annak a tetején is orvlövész áll, aki épp ránk céloz. Minden alkalommal, amikor erre járok, elhatalmasodik rajtam a béna tehetetlenség érzése. Semmi értelme az egésznek. Mi az oka annak, hogy a szülőházamat csak egy teljes gázzal szágúdó autóból láthatom? Ez csak is egy rossz álom lehet, amiben láthatatlan lövészek lőnek és bombáznak. Rémálom. Vajon ők tudják, hogy miért? Én nem tudom. Mélységes meggyőződésem, hogy senkinek sincs oka megölni engem. Vagy mégis, Radovan Karadzsicsnak nincs ínyére a nevem. Ez valóban nyomós indok. Padlógázzal sietünk át az útkereszteződésen. Ha elég gyorsak vagyunk, nem ér el bennünket a lövedék. Kisebb kockázatot jelent, hogy csak az épületek között látszódik a fényszórunk, miközben elhaladunk. Így csak találomra tudnak ránk lőni. Mára felhagytak a mozgó járművek célozásával. Persze nem mindenki. Mennyi golyó ütötte épp van az autómon? 4. Ebből egyetlen egyszer hallottam meg, hogy eltaláltak. Később csodálkoztam, amikor megtaláltam a nyomokat. Ma már nem félek, de a veszély érzése állandóan itt futkározik a tarkómon. Fokozatosan lassítunk. Ezen túlestünk. Még a Málta városrész van hátra, a Csengit villánál már megnyugodhatunk, ott nincsenek orvlövészek. Még néhány perc és elgurulunk a PTT mérnökség épülete mellett, ami az Unprofor és egyéb ENSZ szarságok székhelye. Haladunk tovább.
Az út közepén álló tankcsapdák kísérteties körvonalai előtt balra fordulunk és megérkezünk az első ellenőrző ponthoz, a Lipasinopolje város részben. A fényszórók gyenge fényében csupán körvonalakat látunk. Leállítjuk az autót, előszedjük a kijárási tilalom idejére vonatkozó engedélyünket. A rendőrök hátborzongatóan festenek az arcukra húzott símaszkokban. Csak a szemük és a szájuk látszik ki. Felületesen átfutják a feléjük nyújtott papírokat, majd minden különösebb érdeklődés nélkül megfordulnak és visszamennek a rejtekhelyre. Egyikünk felhívja a figyelmüket egy az út közepén álló autó roncsra és folytatjuk az utunkat. A repülőtér irányából lövöldözést hallani. Voltaképpen most következik az út legveszélyesebb szakasza. A Dobrinja felé vezető út végig a szerb géppuskák célkeresztjében áll. Ha lőnek, nekünk annyi. Nem tudunk elmenekülni. Az út jobb felén, közénk és a gépfegyverek közé végig buszokat, teherautókat és konténerekre sorakoztattak fel, ám de ez gyenge védelem. Az út nagyjából 1 kilométer hosszú. Sötét van, mint a bivaj hátsó fertájában. Fényszóróink nyilván már messziről látszanak, még úgy is, hogy a lámpatest nagy részét raktapasszal sötétítettük le, csak a középső kis négyszög maradt szabadon. Mirza ismét gázt ad. Görcsösen, feszülten ülünk, miközben elhaladunk a szétlőtt roncsok mellett. Rendben van. Nincs semmi. Nem lőnek ránk. A repülőteret célozzák. Fellélegezünk, ahogy lehajtunk a Dobrinyán lévő mélygarázsba. A rendőrség itt is ellenőriz bennünket. Majd tovább hajtunk az épületek irányába. Kerestem a cseh fordítót, de hát hiába keresem, mert hogy Csehországban is kijárási tilalom van, meg olyan veszélyes a helyzet, amilyen veszélyesnek látszik kialakulni Magyarországon, nem tudom azonnal érkezettek, mit tapasztalnak, de... Beulogatnak. Megdöbbentő adatok kerülnek napvilágra, napról napra, azt mondja, hogy 1200 fertőzött, 56 halott, a tiszti főorvos szerint pedig, aki nem beteg, az nem kaphatja el a koronavírust, meg aki nem kapta el a koronavírust, az nem beteg. Szóval nem tudom, hogy mi a helyzet, mikor lesz abból a találkozóból bármi is, amit a Kornél az előbb beharangozott. Van a könyvnek egy külön értéke, ugye én szarajevói anyagból jócskán fölkészültem annak idején a háború előtt és után is, de ez a kronológia, ami itt szerepel, amit Muharrem Bazdulja, néha Belgrádban is élő, vagy általában újabban Belgrádban élő, bosnyák író összeállított, ez félelmetesen sok mindent elmond. Ez külön értéke a könyvnek, és nem tudom, hogy Édó ötlete volt, vagy a tiéd, hogy beleszerkesztettétek. Hát ez az én ötletem volt, igen. Mert nyilván miközben olvastam, meg dolgoztam a könyvön, akkor jöttek ezek az ötletek, hogy mert ugye arról most eddig még nem beszéltünk, de amellett, hogy ugye azt talán biztosra vehettük, hogy a vajdasági magyar közönséget érdekelni fogja érintettség okán. Ugye most már remélem napokon belül a magyarországi könyvesboltokban online is, ha valaki kimer menni a karanténból, offline is megvásárolható lesz. Tehát itt a magyar olvasó közönség is meg van célozva, mert ha mi nem tudunk sok mindent, ők még kevesebbet tudnak erről az egész történetről. És ugye nagyon fontos kritérium volt az, hogy egy magyarországi olvasó ezt megértse. És ugye ezért kezembe került ez a, itt van ez a, mutassuk meg, ugye ez a Bosnyák Dáni nevű újságnak egy külön kiadvány, a Szietyes Liszt Szarajeva, és ebben van Bazdulynak ez a kronológiája, erre akadtam rá, miközben én itt utána néztem dolgoknak, és mivel ugye nem olyan nagy az a Szarajevó, főleg azok, akik régen éltek benne, tehát ők személyesen jó ismerősök, úgyhogy egy gyors levélváltás után Muharrem is azt mondta, hogy persze ez nagyon jó, nagyon sokat hozzátenne, ő beleegyezését adja, hogy ez a könyv adalékaként megjelenjen, és hát így került bele ez a függelék. És a térkép, Szarajevónak ez a térképe, amely a városrészeket pontosan megjelölve eligazítja az olvasót
hogy melyik városrész a keleti részből, hogyan jutottak el a repülőtérre, hogyan lehetett a Mojmilóról eljutni, nem tudom én, a Dobrinyára, és így tovább. Ez a bosnyák és a szerb, sőt a cseh kiadásban sincs benne, tehát a magyar kiadás az első, amiben benne lesz, de ezt Édótól kaptuk, az angol kiadáshoz készítette, mert valójában amikor én mondtam neki, hogy lábjegyzetezni fogok, meg magyarázatot tenni, akkor mondta, hogy igen, hát ez neki eszébe se jutott, hogy aki nem ismeri Szarajevót, az nem ért minden célzást, meg minden filmmondatot, amit ő elszúr benne, elejt benne, és mondjuk ez volt egy olyan rész, amivel azért elég sok munka volt. Ráadásul ugye ott, amit Gréti felolvas, ja nem, az a következő felolvasása lesz, ha lesz rá időnk, tehát amikor kimenekíti a családot, ott egy Dacia Ambassada nevű, hát nevezzük civil szervezetnek, ők menekítik ki, aminek után, egy alapos utánajárás után tudtam meg, hogy ez ugye nem szerbek meg bosnyákok vannak, hanem jó meg rossz emberek, tehát ez egy szerb embernek a civil kezdeményezése volt, amivel rengeteg gyereket kimenekített az ostromlott Szarajevóból, és amikor Édóra rákérdeztem, hogy ez pontosan mi volt ez a Dacia Ambassada, szegénynek már fogalma se volt róla, hogy ő ilyesmit egyáltalán írt a könyvben, tehát nagyon sok mindennek így utána kellett pontosan nézni, hogy micsoda, és mondom, így akadtam például erre is. És a lábjegyzetek, mert hogy rengeteg az orvosi szakkifejezések, nem tudom én milyen szakterminusoknak a magyarázata az szükséges. Ugyanúgy szükségesnek tartom, legalábbis én olvasóként, a Szarajevóval kapcsolatos ilyen-olyan megjegyzéseknek a magyarázatát lábjegyzet formájában legalább eligazítja az olvasót, mert nem köteles mindenki ismerni annyira se Szarajevót, vagy olyan kevéssé, mint ahogy én ismerem, pedig mondom, sokat voltam ott. Hát szóval a lábjegyzet az mennyi időt vesz igénybe, mert ezt ki kellett keresgetni. A munka nehezebb része, az az orvosi szakkifejezések, az létezik az eredeti könyvben adalékként, és az ugye nagyon sokat segített, mert azokkal a részekkel azért komoly harcokat vívtunk, amikor műtéti beavatkozások, sérülések, stb. Ilyen orvosi részek vannak a könyvben, elég sok. Viszont ami a politikai része, az viszont teljes egészében a mi munkánk, tehát ez, hát javarészt az enyém, meg nyilván hát akik még gondozták a könyvet, ők azért tettek hozzá, meg mondtak javaslatokat, de hát ugye nyilván, hogyha egy magyarországi olvasó olvassa azt, hogy Alia meg Szlóbó, nem biztos, hogy azt jelenti, amit nekünk, akik itt vagyunk, és akkor nyilván le kellett lábjegyzetezni, hogy melyik ki volt. Azt hiszem, hogy szórendi hiba van itt, biztosan nem azt jelenti a számára. Mert nem tudják, hogy mi az, mert olyan hát, exotikumnak számít, nem. De a magyarokat említett, hadd említsek meg én is valamit a magyarok kapcsán. Amikor Balla Lajos Laci magyarkanizsai polgármesterrel 99-ben a háború után Szarajevóba jutottam, akkor megdöbbenésemre a Szarajevói Magyarok Egyesületének székházába is bejutottam. Tessék belegondolni, hogy Szarajevóban olyan 120 taggal akkor működött egy ilyen Szarajevói Magyarok Egyesülete. Vitt a Laci könyveket, ő kapcsolatban állt velük, és ezek olyan magyarok voltak, akik, és ezt jó tudni, azt hiszem, mert nagyon kevesen tudhatják, akik még a monarchiából ott maradtak, magyarul persze már nem beszélnek, olyan magyarok, akiket 1945 után Tito rendszerében különböző dekrétumok alapján oda helyeztek, mert mérnökember, technikus, szakember ezen azon a területen, ott ragadtak, megnősültek, férhez mentek, stb. Vagy olyanok, akik valami későbbi időpontban oda jutottak. Bementem a Szarajevói Operába, kitaláltam az olimpiai lottó nyerteseit, a házaspárt. Úgy hívják, hogy Barát László, és Barát született Szabó Emília. Egyik zentai, a másik oromi. A Laci az fagottozik, Emma pedig operaénekes, a Kölni Operában is danolászott. Nem tudom, hogy alt vagy szoprán, ne kérdezzék, lehet, hogy mezzoszoprán, nem értek hozzá. A fagottot is csak azért tudom, mert abból az a tárogatónak a kisöccse, tehát ezt így magyarázták nekem, hogy a tárogatóból lett a fagott. Na mindegy, és kinn a próba, névjegyzék, nézem, csupa magyar név. 5-6-7 magyar, mi a csoda, Szarajevói Opera, jó az épület, még a monarchia idejét készült, de
és akkor találkoztam velük, 500 millió vagy 5 millió, nem tudom mennyi volt abban az időben a fő nyereménye az olimpiai sorsjegynek, az a sorsjegy, amire már csak mi idősebbek emlékezünk, amit így kitéptek a blogból, tehát nem lottó vagy dörgölős, kaparós, vagy milyen van manapság. Ők nyerték a főnyeremény szarajevóiak. Vettek is egy lakást, aztán a háború azt persze el is vitte. Utána menekültként Szabadkán találkoztam velük, a zeneiskolában dolgoztak, és most meg Zentán élnek, ott a zeneiskolában tanított a Laci, azt hiszem is a Pánában van nekik. Most már legközelebb elmegyek, megkeresem őket, a vikendházukat, ahova kiárnak. Az valami ilyen üdülő része lehet Zentának. Na most, a Lacin kívül, a magyarokat említve, voltak olyanok, akik ott abban az egyesületben csak azért lettek tagok, azért léptek be, mert a magyar kormány segélyeket osztogatott nekik az ostrom alatt. És a magyar gyökereik révén ők jogosultak voltak erre a magyar segélyre. Hát ha valamit hozott ez a háború a magyarságnak, akkor azt hozta, hogy néhányan rádöbbentek, hogy az őseik magyarok voltak ott Szarajevóban is. Nem tudom. De ehhez igazából nagyon jó témát pendített meg. A Szarajevói Magyar Egyesület, köszöni szépen, jól van, olyannyira, hogy az a személy, aki tegnapig a program szervezőjük volt, őt úgy hívják, hogy Váradi Tünde, és itt ül hátuk. Igen. Szabadkai lány, igen. Utána beszélgethetnek majd erről, és javában szervezzük a Szarajevói könyvbemutatót is a Magyar Egyesületben, csak most valószínű a helyzet miatt ez tavaszra lesz, és hát ha minden jól megy, akkor akár együtt is mehetünk könyvbemutatóra. Tehát ez egy nagyon-nagyon aktuális dolog, pont a beletenyerelt. Tünde majd elmondja, ki mennyire tud magyarul. Én viszont mielőtt még Árpád barátunk elmegy a színházi bemutatóra, szeretném, ha még egy részletet ő felolvasna nekünk. Vagy előadna attól ki. Hát olvas. Nem adja elő. Nédó a mentőszolgálatnál dolgozott a háború kitörésén. Rögtön az összecsapások kezdetén, még mielőtt az állatkert lakóit lemészárolták volna, a Szarajevó melletti Jercsedol hegyen rekedt mentőautójával a szerb sortűz kellős közepén. Miután néhány politikus megállapodásra jutott, elengedték őket. Később mesélte, hogy a sziklák fedezékéből nézte végig, hogyan fegyverzi fel a jugoszláv néphadsereg a szerbeket. Én marha meg nem hittem neki. Nédó vakmerően bátor volt, és az is maradt, és ugyanolyan kötekedő, mint Szemír. Úgy látszik, ez a két dolog együtt jár. A városi kórház és a mentőszolgálat székhelye között áll a jól körülbástyázott Tito Marshall kaszárnya, ahol néhány hónapig a jugoszláv néphadsereg katonái vesztegeltek körbekerítve. A laktanya csak hónapokkal később esett el. Ebben az időben a kaszárnyából kifelé meredő ágyúcsövek a várost vették célba, mindenre lőttek, ami mozgott, különösen a mentőautókra. Az épületet elhelyezkedése miatt nem tudták elkerülni a mentősök. Sok volt a halott és a sebesült, így egy hónap leforgása alatt a mentőszolgálat 52 autójából már csak 2 maradt éppen. Ezért a mentős sofőrök nem voltak hajlandóak napközben arra felé vezetni, de még éjszaka is kétszer meggondolták. Egyiküket kivéve. És egy őrült orvost. Nédó volt az őrült orvos, Angelko pedig az őrült mentős, aki óránként megjelent a kórház előtt. Néhányszor kirohantam az épületből és ordítva győzködtem őket, hogy őrültség fényes nappal a laktanya mellett száguldozni. Nédó szomorú, de ellentmondást nem tűrő arccal rám nézett és csak annyit mondott, mi más tehetnék. Nézd meg! Ezt a gyereket meglőtték. Pneumotorakszal van. Estig belehalna. Az lehet, de ha te is meghalsz, azzal nem segítesz rajta. Ugyan már, doktor, mondta Angelko, akinek semmi haszna nem származott az egészből. Ők ketten egy teljesen másik dimenzióban éltek. Nem lehetett rájuk hatni. Nédó mesélte, hogy Angelko volt az egyetlen sofőr, akire bármikor számítani lehetett. A többiek inkább ültek és kártyáztak. Ugyan, doktor, látod, hogy lövöldöznek. Ez volt a leggyakoribb kifogásuk.
Nem voltak gyávák, csak mérlegeltek, és nem szerettek volna értelmetlenül meghalni. Nédo és Angyankó nem volt ilyen. A teherautó elleni hírhedt támadás során a szociális központ épületénél, amit a tévé rögzített és világszerte adásba került, két őrült látható, amint a mentőkocsival a sortűzbe hajt és elszállítja a lábon lőtt szerencsétlent. Őrült bátorságukat a kamerák is rögzítették. Ma is görcsbe rándul a gyomrom, ha felelevenítem ezt a képet magamban. A másik ilyen eset az volt, amikor ugyancsak sortűz alatt megálltak a laktanya előtt, és kiugrottak és összeszedték a sebesülteket. Megfélemlíthetetlen és sebezhetetlen páros volt az övéké. Még egy karcolást sem szereztek soha. Úgy tűnik, hogy fentről vigyáztak rájuk, és semmi sem rettentheti el őket. Úgy érezték, illetve biztosak voltak benne, hogy semmi rossz nem történhet velük. Végül kétségkívül elestek volna a terepen, ha nem történik valami egészen más. Nédo egy napon egy angol fickó kíséretében jelent meg a kórház előtt egy terepjáróval. Az angol pasas, mintha az égből pottyant volna. Egyszer csak megjelent a mentősöknél azzal, hogy az UNICEF-nél alkalmaznának egy orvost. Az ENSZ ekkor kezdett szervezkedni a városba, és emberekre volt szüksége. A mentősöknél Nédo volt az egyetlen orvos, aki folyékonyan beszélt angolul. Kapásból visszautasította a felkérést. Az angol azonban kitartó volt, így hozzám fordultak testvéri jó tanácsért. Én remek lehetőségnek tartottam ezt arra, hogy megmentsem őt a biztos haláltól. Nagyjából 3 percig álltunk a kórház előtt, a terepjáró mellett, a világ összes érvével igyekeztem őt rábeszélni, hogy mondjon igent. Nem jártam sikerrel. Tudta, hogy milyen egyes, minden egyes fuvarja kórházig és megmentett megmentett életet jelent. Van ennél fontosabb? Határozottan visszautasított bennünket. Beült az autóba és elment. Nem akarta ott hagyni a mentőszolgálatot, de nem vett figyelembe egy elsőre jelentéktelennek tűnő tényt. Angyalko ugyanis szerb nemzetiségű volt. A továbbiakban minden néhány nap alatt zajlott le. Azokban a napokban játszódott le a városunkban a Demokratikus Akciópárt hatalomátvétele. Így azok az igazgatók, akik még a kommunista érában ültek a bársonyszékükbe, és évek óta ott trónoltak, többé nem lehettek már olyan biztosak abban, hogy megtartják őket a posztjukban. Volt egy ilyen régi káder a mentőszolgálat vezetőségében is. Szeretett volna minél gyorsabban bevágódni az új nacionalista hatalmi garnitúránál. De hogyan? Miközben a mentősök munkájuk végzése közben naponta kockáztatták az életüket, ő az óvóhely biztonságában ücsörgött, és azon gondolkozott, hogyan biztosíthatná be a helyét. Végül kitalálta. Egy napon összeszedte a bátorságát és megjelent a mentőállomáson. Telefonon felhívta Juk a katonáit, odarendelte őket a sürgősségire, hogy mielőbb jöjjenek, mert van itt egy szerb, aki a sebesülteket egy garázsba viszi, ahol meggyilkolják őket. A neve Angyalko. Így sikerült jó pontokat szereznie a Demokratikus Akciópártnál és a lojális városvédők közé avanzsálható. Juk a katonái nap mint nap hullottak, mint a legyek, ezért nem kegyelmeztek a városban élő árulóknak. A többi sofőr között rátaláltak a meglepett Angyalkóra, berángatták az autójukba, elhurcolták a Milky Clad utcába, a város peremén álló otthona elé, és ott kivégezték. Hátba lőtték. Senki sem tudta megmondani, meddig hevert a holteste a utcán. Így halt meg a szarajevói mentőszolgálat legbátrabb sofőrje. Azért kellett meghalnia, mert Angyalkónak hívták. Ennek köszönhetően egy fejes megőrizhette a bársony székét. Nédo pedig a mentősöktől átment az UNICEF-hez. Mire megjelent az első külföldi, hogy átvegye az irányítást, Nédo további 28 embernek adott munkát. Nem hagyhatta, hogy megismétlődjön az, ami Angyalkóval történt. Véletlen volt-e vagy sem, egyikük sem volt muzulmán, de mindannyian megbízható, jó emberek voltak. Köszönjük szépen. Hát ilyen volt ez a háború. A Juka említés esett Jukáról, ugye Juka Prazina,
Ugye, mert ilyenkor mindig, amikor fölkavarodik a víz, akkor mindig az iszap, a szenny kerül a tetejére, és a Juka Prazina is egy ilyen alvilági személy volt Szarajevóban, ezért volt jó a lábjegyzet, hogy ott szépen pontosan leírod, hogy ki volt, és persze a hatalomhoz dörgölődve a saját hasznát nézte, a saját zseb, szóval ilyen elemek is voltak ebben a háborúban. Mi a következő terved most? Hónap bajmokon leszünk, ha én Zentáról a KKT üléséről időben el tudok menekülni, mert hogy ott 20-valahány napirendi pont van, bár a folklór mostan egy kicsikét egyszínűbbre sikeredik, nincsen rösszi, meg hasonló ilyen logoriás pasas, tehát lehet, hogy időben érek, és akkor ott leszek bajmokon is. A csoda tudja. Szarajevó mikor lenne esedékes? Hát persze minden a pandémia függvénye. Nem, hát ez most tulajdonképpen úgy néz ki, hogy a mai könyvemutató előtt is ugye napi szinten néztem, hogy mit és hogy jelentenek, és imádkoztam, hogy csak máig ne tiltsák be a rendezvényeket. Akkor, amikor tegnap a bajmokiak megkerestek, hogy szívesen látnának bennünket, ők is azt mondták, hogy ott minden péntek este vannak ilyen magyar kultúrrendezvények, tehát ameddig még lehet, addig csináljuk. Tehát nyilván azok, akikkel már kapcsolatot felvettük, azok Zenta, Topolya, de keresett már Zombor is, meg hát egyébként ahova csak hívnak, nagyon szívesen eljövünk. Ameddig a járványhelyzet engedi, és nem tiltják be még a 30 fős rendezvényeket se is, addig szeretnénk minél több helyen megjelenni és elhozni a könyvet. Aztán nyilván, ha javul a helyzet, akkor a magyar, mivel Magyarországon és egyébként Szlovákiában is már nyomokban föllelhető a könyv, oda, illetve Szarajevóba is mindenképpen szeretnénk ezt elvinni személyesen is. Szarajevóba szívesen veletek megyek, ha meghívtok. Ebbe biztos voltam. Én mondom, mert volt egy ilyen személyes jellegű, talán nem kellene kamerára venni. Csináltunk egy könyvfordítást, de politikai szöveg volt, nem műfordítás. Dr. Danilo Kekics, nem tudom milyen forradalmi munkás mozgalmi nyavaja volt, és annyi pénzt kaptam érte, hogy a téli olimpia után, mivel a családot állandóan azzal bűszítettem föl, hogy de a Bassarsián ez, de a Moritjahán, de ez, de az, azt mondták, hogy most már elvihetné bennünket. És annak a könyvfordításnak az árán 4 napot töltöttünk a Bristol szállóban. Én utána is, meg előtte is a Bristol szállóba szerettem megszállni. Nem volt olcsó szálloda, de valahogy a szívemhez nőtt, és az előbb szó esett a magyarokról. Hadd mondjam el, hogy a Bassarsia egyik étterme előtt, tanárnőnek meséltem az előbb kint, miután telefonon lerendeltük a család, de úgy találkoztunk, hogy a fia még Horvátországból jöttek, a lánya még Magyarországról, mi pedig Szerbiából, és Szarajevóban volt a találka. És az étteremben lerendeztük az ebédet, és amikor odaérünk, látom, hogy egy egyenruhás bácsi áll az ajtóban, ilyen furcsán méreget bennünket, ugye magyarul beszélünk, és na mondom, akkor itt a magyarokra nem nagyon számítottak, ezek nem szívesen látnak bennünket. Erre így kihúzza az egyenruhájában magát, hogy mi az, hogy nem, külön tisztelettel fogadjuk őket, tessék befáradni. Na ugye volt már ilyen élményem, hogy a szülőföldemtől távol, olyan helyen, ahol álmomban se gondoltam volna, hogy magyarul beszélő emberrel találkozok, ekte magyarral futottam össze, hát ez volt ilyen, hogy ő egy szabadkai zenész, aki ott muzsikált Szarajevóban, aztán hát nyugdíjba ment, de ott él a családja, akkor ott maradt is ilyen kiegészítő keresetként, egyenruhában feszít az étterem ajtajában. Ilyen élményeim is voltak Szarajevóban, amelyik egy borzasztó vendégszerető város, aki megteheti most, hogy lassan már rendeződnek a dolgok a háború után 10-valahány, 15 évvel, érdemes elmenni. Érdemes megkockáztatni legalább egy hétvégét. Valamikor mondanám, hogy volt az Olympic Express, ugye Szabadkán befeküdt az ember a hálókocsiba, és Szarajevóban kiszállt a vonatból. Hát ez többé nincsen. Eléggé kacifántos az utazás odáig, de el kell menni. El kell menni, és ha már azt mondta a Kornél, hogy a vajdasági magyarság, mivel érintve volt, hát Boszniában az egyik utolsó
jugoszláv kiskatona, még élek nem felejtem el a nevét, pedig nem ismertem, Kisteleki Antalnak hívták, kelebiai volt, sorkatona a jugoszláv néphadseregben, és akkor halt meg, akkor esett el harcokban, amikor a jugoszláv hadsereg már 4 hónapja kivonult Boszniából. Tehát így hazudtak akkor is, és azt hiszem, hogy a vajdasági emberek jó lesz, ha ezt elolvassák valóban minél többen, hogy megtudják, ez volt körülbelül az igazság. És ha ők nem is, de az unokáik majd figyeljenek oda, amikor a körülöttük zajló életet így vagy úgy formálják, alakítják, hogy kinek mit hisznek el, kiről mit gondolnak, és ki az, akire esetleg még a voksukat is rámerik bízni, vagy a szavazatukat. Én nagyon szépen köszönöm önöknek, hogy eljöttek. Túlléptünk minden határidőt, tudom. Pont egy órája csináljuk. Pont egy órája? Még annyi se, igen. Hát akkor meg nagyon jó. Úgy van. Úgyhogy szerintem még a Gréti a negyedik részletet olvassa föl. Jó, és akkor én utána majd akkor még mondok valamit. Jó. Ja, meg a másik könyv. Hát jó. Az enyém 1992. május 18-án mentek el. 15 hónappal ezelőtt. Álltam az utcán és a távolodó autóbuszt néztem. Az eső egész nap zuhogott, az az unalmas fajta. Korán értünk az állomásra reggel 9 körül, ami éredbé vált a reggeli áldozás. A konvojok a legnagyobb titokban vették el a várost. Erről a mostaniról én is csak véletlenül értesültem előző nap a kórházban, és azonnal elmentem a gyermekkövetségre, hogy bejelentsem a feleségemet és a gyerekeket. Előzetes bejelentés nélkül senki se jöhetett a buszra. Aki nem kapott jóváhagyást, az nem hagyhatta el az ostrom gyűrűt. A nőket és a gyermekeket többnyire kiengedték. Az enyém Belgrádba mentek, onnan pedig Vajdaságba a feleségem rokonaihoz. Egy nő ismételt névsorolvasást tartott, és végtelen monológokkal fárasztotta a jelenlevőket. Azt magyarázta, hogy miért nem indultak el délután 5 órakor a buszok. Mindannyian fáradtak és idegesek voltunk. Szinte el is veszítettük a reményt, egyesek inkább elindultak hazafelé. Ekkor valami csoda folytán beindultak a dolgok. Megcsókoltam Dudát és Szárát. Nina időközben elaludt Duda karjaiban. Ő is kapott egy puszit a honlokára, majd felszálltak a járműre. Itt omlott össze a teljes világom. A szívemet jeges rémület járta át. Soha többé nem látom őket, de ami még rosszabb, ők hárman se látnak engem. Saját halálom teljesen jelentéktelennek tűnt, de mi lesz velük? Ne gondolkodj, legalább ők túlélik. Ne gondolkodj, és ne látszol rajtad semmi. Egyáltalán semmit nem tudsz tenni, ezért ne is vágodj rajta. El fognak engem felejteni. Túlságosan kicsik még. Nem számít. Csak éljék túl. Néztem őket, miközben az autóbusz ablakán lassan csorogtak lefelé az esőcseppek. Duda ott ült, ölében tartva a Ninát. Szára rezzenéstelen arccal nézett rám, komoly arc kifejezéssel. Ebben a pillanatban úgy tűnt, mindent megértett. Az a szempár, 5 éves gyerek, lehetetlen. Egyszerűen beletörődött a sorsunkba, abba, hogy neki mennie kell, nekem pedig maradnom. Tisztában volt mindennel, és elfogadta, hogy ez van, így kell lennie. A szeméből végtelen szeretet áradt, és dű, és bánat, és minden. Istenem, tud egy pillanatra elveszettnek tűnt, mintha nem akarna menni, mintha maradna. Kis ideig még meggondolhatja magát, még egy egészen kis ideig. Lehet, hogy tényleg utoljára látjuk egymást. Köszönöm szépen. Ugye van a könyv, aminek a szerzője egy magad vagy, tehát ahol nem fordítasz, azt a könyvet én most nem látom itt, miért nincs itten. A kalendárium. Egész egyszerűen azért, mert nem hoztam.
Tehát annyira erre összpontosítottam, akkor a hogy az... Folytatom, akkor miért nem hoztál belőle? Azért, jó. Mert felelőtlen vagyok. Igen, van egy ilyen könyv is, csak hát ugye tényleg így a végén ejtsünk csak róla néhány szót, mert elit a mai estől. Ez Facebookon írtam nagyon sokáig ezt a napi kalendárium nevű dolgot, ami ugye a megszokott kalendáriumoknak egyfajta paródiája, ugye, hogy kinek a névnapja van, illetve milyen események vannak, és hát ez ennek egy ilyen görbe tükrös változata, amiből összeállt kisebb hozzásegítéssel 355 ilyen gyűjtemény, úgyhogy ez valójában január 1-től december 31-ig ilyen... De a 355, akkor 10 hiányzik. 365. Nem. 355-öt hallottam én az előbb. Akkor 10 hiány. Igen, lehet, hogy vannak duplák, nem számoltam utána. Igen, na és azt szerettem volna még így a végén elmondani, egyrészt, hogy nagyon szépen köszönöm Árpádnak is, hogy felolvasott, Jánosnak is, hogy eljött, és természetesen mindenkinek, főleg, hogy esős idő is van, meg járványhelyzet is van, amivel riogatnak bennünket. Meg futballmeccs is van. Na, még az is. De hát addig, ígértem, hogy addig befejezzük, de nem csak rajtam múlott. Illetve mivel nem volt Budapesten semmilyen könyvhét a héten, az idén, most Belgrádban, most lenne, de nincs. Ez a könyv egyébként 700 dinárba kerül, úgyhogy itt ma este, aki szeretne hozzájutni, annak 500 dinárért adjuk. És itt nálam lehet majd átvenni. Köszönjük szépen, hogy eljöttek. Én köszönöm nagyon szépen, és szívből mindenkinek, hogy eljöttek.